Somogyi Tivadar alpolgármester és Budai Ferenc az új győri üzlet vezetője közösen vágták át a megnyitást jelképező szalagot. Az Electro Outlet családi vállalkozásból nőtte ki magát egy egész országot behálózó áruházláncá. Minden olyannak, ami magyar, minden olyannak, ami magyar családi vállalkozás, itt most az Electro Outletről beszélek, örülni kell. És ahogy én előzetesen elolvasgattam, ez egy 15 éve indult családi vállalkozás, ami most már nagyon-nagyon jó forgalmat, és ugye most Győrbe is jött, mert én szerintem, aki vállalkozó, egy kicsikét figyeli a világot, azt tudja, hogy Győrbe érdemes jönni. Az áruház vezetője Budai Ferenc lesz, aki már több évtizedes rutinnal rendelkezik üzleti téren. Azt mondta, régóta várt egy ilyen lehetőségre, mert szerinte a franchise megtalálja célközönségét Győrben is. Ezek a termékek zöme olyan, ami külföldön a gyártóhoz visszaszállításra került. Mi ezt behozzuk az országba, az üzemünkbe ezeket a termékeket átnézzük, teszteljük. Szükség esetén, ha szükség van, akkor javítjuk, és utána forgalmazzuk. Minden termékünkre egy év garanciát vállalunk, a tévékre ezzel ellentétben 2 év garanciát. A bolthálózathoz egyébként március óta csatlakozhatnak a helyi vállalkozók, és a győri a második üzlet az országban, amely a franchise rendszer részeként működik majd.